mekkora gyökér. Recseg, ropog minden. Na gyerekek, negyedik és egyben remélem az utolsó nap az exkavátorról. A tegnap visszajöttek a csővel, ami ki volt szakadva, hoztak egy újat, kicserélték. És reggel ismét kezdtek, jöttek fél kilenc körül, majdnem 9 óra volt, mire elkezdték, 8:50 körül. Itt kezdtünk elől, a komposzt WC mellett körbe taszítottuk az összes gyökeret, kitisztogattuk, és megyünk a ház körül. És ugye mindent innen taszítunk hátrafelé, úgyhogy a nap végére lesz egy gyönyörű, szép, tiszta első 20 méterünk, ugye 70 méter hosszba, kb. 20 méter szélességbe. Hát itt egy kicsit több, mint 20 méter lesz, fent egy kicsit kevesebb, nem mindenhol lesz egyforma, de mindegy is. A lényeg az, hogy hatalmas haladás, gyerekek, ez. Hihetetlen, hogy pár nap alatt egy gép mit tud megcsinálni. Utolsó nagy tuskónk hamarosan kivételre kerül. Rengeteg gyökere van, nagyon nehéz ezt kiásni. Meg kell kínlódjunk vele. Lehet a láncfűrészt is be kell dobjuk. Megjött Csere Péter a kvadjával. Bohóckodik egy kicsit. Na, mozgolódik, de még nem tudja kiemelni. El kell még szaggatni egy pár gyökeret. És majdnem. Na, gyerünk. Gyerünk. És megvan! Yeah! Oh! Nagy tuskó! Hatalmas! Közben itt van a szomszéd, Nick és Sara. Nem gyúl be a kvad. Sara a rúdtáncoktató. Nicknek a felesége. Utolsó simítások. Wow. Hihi. Még arra kértem a eszkavátoros, hogy egy kis földet rakjon a házam elé. Mert ahogy kiléptél, egyből lejtős volt, úgyhogy azt odarakja. Ezt a sarkocskát itt elsimítsa, és kész is vagyunk. Yes! Na gyerekek, kész vagyunk a tereprendezéssel, yeah! Tadám! Gyönyörű-e? Szerintem is. Végre ezt is megérhettük. Na, honnan nézzük? Kezdjük az elejétől, a bejárattól. Vagy milyen szépen meg van kövezve. Le van kavicsozva, akarom mondani. Gyönyörű naplementénk. Jaj, de baba! Milyen szépen el van simítva mindenhol. Nagyon jó munkát végzett a csávó, meg vagyok elégedve vele. És viszonylag gyorsan is. Ugye összvisz 21 vagy 22 óra volt. Tehát 3 munkanap, azt lehet mondani, mert itt 7 órások a munkanapok. Megérkeznek fél 9-kor, dolgoznak délig. Fél 2-ig, tehát másfél óra ebédszünet és siesta. Fél 2-től 5-ig ismét munka, úgyhogy összesen 7 óra a munkanap. Szombaton ugye rövidebb, mert 2-ig dolgoznak csak. Nem is dolgoznak általában szombaton, csak ha nagyon kell a pénz nekik. Az eszkavátoros dolgozik meg. Ja, néha, hogyha nagyon kell a pénz valakinek. Összvisz 21 és fél óra, valami ilyesmi volt. Közben kiderült, hogy nem $27 az óra bér, hanem $32 kell óránként fizessek. Felment az ár. $27 az tavalyi volt, én arra emlékeztem. Na mindegy, $32 is megéri, mert ezt a mennyiségű munkát, amit ez a gép itt elvégzett, az két ember egy év alatt el tudna végezni, de lehet még akkor se ilyen jól és ilyen szépen, ugye kihúzni a minden nagy gyökeret, elsimítani szépen a terepet. Na nézzük, mit csináltunk. Remélem a szél nem fog nagyon belefújni. Nagyon meleg volt a napokban. Amit nem bánok, ugye, mert nem esett az eső, legalább ezt el tudtuk végezni, nem kellett sárba dagonyázzunk. Itt a köveket még egy kicsit össze kell seperjem az utcáról,
egy kicsit oda felhúrjak még, kicsit elegyengessem. Nagyjából megcsinálta, megjáratta, úgyhogy szépen belenyomta. Rendben van, most már a bejárat is. Ja, ide majd kaput kell szerelni, meg kerítést. Itt szépen ilyen 45 fokba elsimította a széleit, hogy a föld ne omoljon be. Ezt majd itt beütessük valami ilyen főtakaróval, ground coverrel, ez a pinto pinattal, ami egy ilyen araszra nő. Állít itt a sarok is szépen simítva, egész a határig, ahol van az a cövek, ugye cölöp ott van a határ. Itt a WC háta mögött mondjuk kb. Egy méterrel, másfél, kettővel. És két utat csináltunk, egyet innen a bejárattól fel a házig, a konyha sarkáig, ugye ott lesz a konyha sark, amikor kész lesz a hosszabbítás, és egyet ide a házikónkig. Nem ástuk ki az utakat, hanem csak kiszedte, ugye eltolta a szerves anyagot a tetejéről. Jó, egy-két gyökér még maradt, azt ki kell szedjük. És utána elsimította, meg megjáratta, jó, megtömörítette. Ide kellett egy kis extra föld, mert itt már egy kicsit lejt a telek a bejárathoz, úgyhogy innen markoltunk ki földet. Ugye a ház mellett lett még majdnem egy akkora lapos terület most. És ide raktuk a földet. Hát nincs teljesen egy színben a házzal, de oda majd vágunk egy vagy két lépcsőfokot. Nem akartam nagyon feltültetni, mert majd innen ez az út fog tovább menni a teleknek az a része, a hátsó része, az lejtős, nagyon lejtős. És oda majd utat kell vágjunk meg, teraszosítsuk. Na, de a ház körül szépen eltakarítottuk. Úgyhogy végre lehet itt nyugodtan mozogni. Ja, a gyökereket ezt majd el kell tüzeljem. Mondtátok, hogy ne tüzeljem el, mert lehet belőle ezt csinálni, azt csinálni. Mit csinálják gyerekek? Mondjátok meg ezzel a gyökér rengeteggel. Hát évekbe telne, csak az, hogy mit. Valaki azt mondta, hogy vágjam fel, vagy csinálok múcsot belőle, vagy... Erre nincs idő, meg élet, gyerekek. És még mennyi lesz itt, még mennyi? Ekkora gyökerekkel, mondjátok meg. Azt az időt, meg pénzt, meg benzint, meg láncfűrészt erre elpazarolni. Nem, sajnálom, ezt el kell égessem, nincs se időm, se türelmem. Egyszerűen nem logikus ezzel foglalkozni. Ja, és mások pedig szidnak, hogy most kitakarítottam a földet, és az eső mind elviszi a földet, lemossa. Mit tudjak csinálni? Ki kell takarítani? Hova rakjam az épületeket? A gyökerek tetejére? Hát nem lehet, gyerekek, nem lehet. Próbáltam, de nem lehet. Ezt én elejétől így képzeltem el. Levágjuk a fákot, megcsináljuk a tereprendezést. Na, honnan fúj a szél? Ne fújjon bele a kamerába. És közben ugye picit meggondoltam magam, gondoltam, hogy nem is lehet, nem is kell kiszedjük az egészet, hanem csak kézzel ugye nekiálltunk takarítgatni egy kicsit itt, ahol járunk. Meg gondoltam, így hagyom, hogy úgy hagyom, ahogy volt, csak kivágjuk a kiálló tuskókat, hogy az első ugye nem mossa el, de hát nem lehet sehova se építkezni, se járkálni, sehova semmit nem tenni. Mindenhol teli van gyökérrel, ültetni se lehet semmit, mert minden teli van gyökérrel. Nem lehet egy lukat ásni. Úgyhogy meg nagyon lassan haladtunk volna, tehát egy pár embernek ezt itt, még ha lenne 20 ember, de ahhoz pedig kell infrastruktúra, épületek, az sincsen. De egyszerűen nem lehet haladni gép nélkül. Lehet, csak nagyon lassan. Tehát amit a gép most megcsinált egy pár nap alatt, azt hónapokig vagy évekig kéne csinálni, hogy ilyen szintre hozzuk. Na mindegy, nem érdekel akárki, akár mit mond, én ezt kellett most csinálnom, és ezt csináltam. Akinek nem tetszik, az ne nézze. A gyökereket el fogom égetni. Kivéve egy-egy darabot találtam, egy-egy olyan érdekeset, mint a szarvasagancs, azt félre is tettem, megmentsük azt a fogasnak, ilyen válfának, meg mit tudom, ilyen díszletnek a házba. Na, a lényeg az, hogy megvan itt szépen tisztogatva, lehet ide építeni, lesznek még egy-két kis házikó melléképületek. Hát egyelőre így hagytam, mert nem tudtam, hogy pontosan hova lesznek itt épületek, meg túl sok idő, meg pénz lett volna az, hogy teljesen teraszosítsuk. Azt szerettem volna igazából, hogy teljesen teraszosítsuk, így ahogy van itt egy lépcsőfok, ott egy, tehát ilyen 5-6 méterenként teraszosítsuk. És akkor az megint belekerült volna extra 500 vagy 1000 dollárba, mondom most egyelőre ennyi elég lesz,
befektetésnek. Ki tudja úgyis, hogy fog alakulni ez a projekt. Ez most legyen meg, tudjunk haladni az zuhanyzóval, itt a konyhával, a nappalival, és aztán meglátjuk a következő szezonban, hogy mi lesz. Egyelőre ennyi elég lesz bővítésnek. Legyen meg itt az infrastruktúra, víz, villany, internet, zuhanyzó, WC, mosdó, és aztán meglátjuk még egy-két házikó. Na, úgyhogy egész fel végig ide szépen megvan tömörítve az út. Aztán meglátjuk, hogy mennyire folyik itt a víz, meg mennyire mossa el, lehet majd árkoljuk annak függvényében, hogy hol megy a víz. Addig nem akartam árkot ásatni az út mellett, mert fölösleges, ott van az út, ami jön fel a ház előtt, és megy ott fel. Mind a két oldalán árok van, és a víz mégis az út közepén folyik, két csíkba lefelé, és elmosta már az utat. Mert ugye ahhoz, hogy a víz jó folyjon le, az utat komolyan meg kéne csinálni domborúra, nem csak így eltaszítani az agyagot. Na jó, hát egyelőre ez így marad, és aztán majd látjuk annak függvényében, hogy folyik a víz, meg igényeinkhez szerint alakítjuk majd. Ja, ide behoztuk a cuccokot, Marcival a deszkákot, meg a gerendákot behordtuk. Készítsük elő a botokot, hogy a nylont kifeszítsük. Hogyha eső lesz, akkor ismét nálazunk el itt a konyha rész, ide egy nálunk, meg a két oldalára. Ja, ide ideiglenesen kifeszítettünk most egy ilyen szárítókötelet ruháknak. És felül itt nincsen semmi, szépen el van taszítva minden. Na. Úgyhogy ez ennyi, gyerekek. Telek első 20%-a, az első 20 méter ki van takarítva. Ki lesz, hogyha elégetem a gyökereket is. Amíg még itt vagyunk, addig itt takarítgatunk. Égessük a gyökereket, plusz ezekből a vastagabb fákból láncfűrésszel vágjuk a deszkát meg a gerendát. Azért vannak ezek ide félretéve. Vágjuk ki. Meg kell tanuljak én is, nekiállok gyakorolni. Most itt van a nagy láncfűrész. Ügyesen nekiállok, megtanulok láncfűrésszel deszkát vágni. Ebből is egy szép hosszú 5 méteres milyen jó gerendák lesznek. De a többivel mit csináljak? Kerülgessem itt? Vagy várjak 10 évig, amíg lebomlik? Nem, gyerekek. Többi az elég. És visszamegy biocsár szén formájába, meg hamu formájába a földbe. Na, egészen szépen ide a felső határ jelzőig. Itt van a telkemnek a sarka. Ki van ide szépen takarítva. Hosszába lehet tenni a kerítést. Ide is befelé egy darabot legalább itt az első 10 méteren. A lényeg az, hogy látszódjon, hogy ez az enyém, és ne járkáljon itt senki. Felül is lehetett volna teraszosítani. Csináltunk is egy kis teraszt, ahol a szárató köté ki van húzva, hogy a víz ne folyjon be oda a nappaliba. Majd egy kis árkot lehet kell vezessünk kifelé oda az úthoz. Az úti árokba vezessük bele a vízet, ha sok lesz. Ja, hát majd talán következő szezonban ezt is teraszosítsuk, meg az alsó részt is. Attól függ az épületeket, majd hova tervezzük továbbá a kabinokot. De mielőtt ide bármit építünk épületet felfelé, addig még le kell néhány fát onnan vágni, mert ha kifordul egy gyökerestől, akkor azonnal odaüti az embert, meg épületet, mindent. Megvan a tereprendezés, aztán szépen beültessük. Jöhet egy sor banánod a startból, a kerítésen belül 2 méterrel, felül is, alul is, oldalba is, az épületek köré is, hogy árnyékot adjon. Hát a szomszédtelki ne higgyétek, hogy nem ugyanígy volt. Hát itt mindenki mondja, hogy valaki megkommentelte, hogy aki itt a szomszéd, milyen szép zöld minden. Hát igen, de ezelőtt pár évvel le volt arra vágva ez is. Na, nézem, mutassak nektek csutakokat, tuskókot. 4-5 évvel ezelőtt, amik ki voltak fordítva. Meg se nyikkant, nem bomlott le semmit. Ezt a szomszéd taszította ide a telek határa. Le volt vágva minden, hát itt gyümölcsfák vannak. Ja, banán, meg mangó, meg ilyesmi. Ja, most már kezd visszanőni. Hát itt is, hogyha nem hagynám, így hagynám, most pár évig nem nyúlnák hozzá, akkor visszanőne. Csak most már nem hagyjuk, úgyhogy fogjuk most már gondozni. Még odaáztam egy darabig, lássátok, még a múltkor is jött az eszkavátor, még akkor is halasszottam. Kézzel szedtem ki, macsétával órákig dolgoztam, izzadtam. Vágtam ki a gyökereket, és ott hagytam a nagy részt, csak ami kiállt a földből, azt vettem ki. És kínlódtam. De hát hiába kínlódok, arra jöttem rá, hogy azon az úton, ahol itt jártunk fel gyalog, mikor eső volt, már ott ömlött az eső, meg kitapodod az avart, meg azt a
gyökereket felszínről, azt kitapodod, tömöríted, és úgyis le fog futni a víz. Úgyhogy gondoltam, hogy meghagyom a van réteget, nem hozok markológépet, és lassan elrendezzük ott lapáttal, meg csákányal, de hát szenvedős munka, a 3 nap alatt, amit a gép elvégez, 3 munkanap alatt, azt szenvedtünk volna pár évig, úgyhogy egyszerűen nem láttam értelmét. Behívtam a gépet, megcsinálta, és akkor most szépen lehet alakítgatni. Na jó, akkor ennyi volt a gépmunka, folytatódik a kézi munka, láncfűrésszel, meg egyéb kézi szerszámokkal. Ne vagyok nem bepa.